Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a te lelkeddel. Ezt a szent misét hálából ajánlom fel a Jubiláta imádság házáért és az ott szolgálatot teljesítő testvérekért. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úr Jézus Krisztust. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten! Bocsássa meg bűneinket, és vezessen minket az örök életre! Könyörögjünk! Mindenható irgalmas Isten, a te kegyelmed műve, hogy híveid méltóképpen és tetszésed szerint szolgálnak neked. Add kérünk, hogy minden akadályt legyőzve elnyerjük a megígért boldogságot. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, ti, akik mindig engedelmesek voltatok, félve, remegve munkájátok üdvösségteket. Nem csak amikor köztetek vagyok, hanem sokkal inkább most, hogy távol kell lennem. Hiszen Isten maga műveli bennetek jó akarata szerint a szándékot is, meg a végrehajtást is. Zúgolódás és okoskodás nélkül tegyetek meg mindent, hogy kifogástalanok és tiszták legyetek. Istennek kedves és ártatlan gyermekei a gonosz és romlott nemzedék között, akik között úgy ragyogtok, mint a csillagok a világ mindenségben. Ragaszkodjatok az életet tápláló tanításhoz, hogy Krisztus eljövetele napján dicsőségemre váljatok. Ha így lesz, akkor nem küszködtem hiába, és nem fáradtam fölöslegesen. Még ha a hitetekért hozott áldozaton és szolgálaton felül a véremet is ontják, örülni fogok, és együtt örvendezek mindnyájatokkal. Ti is örüljetek, és örvendezzetek velem. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Boldog ember, aki féli az Úr.
törvény szerint intézi minden dolgát. Boldog az az ember, aki irgalmas szívvel segíti társait. Bőséges adományt oszt a szegényeknek, igazsága megmarad örökre. Feje dicsőségesen felemelkedik. Boldog az az ember, aki irgalmas szívvel segíti társait. Alleluia, 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 alleluia. Boldogok vagytok, hogy alázat vagy szenvedtek Krisztusért, mert Isten lelke nyugszik rajtatok. Az Úr legyen veletek. Istenemre. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult és így szólt. Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt, még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ engem, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de az építkezést befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi. Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni. Vagy ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet, vajon a maga 10 000 katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki 20 000-rel jön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzá, amikor még messze van, és békét kér tőle. Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen. Hálás vagyok a jó Istennek, hogy egy évvel ezelőtt elindulhatott a Jubiláta Imádságháza szolgálat a püspökség kápolnájában. Egy éven keresztül, még a szigorú Covid intézkedések alatt is folytatódott az ima, hétköznaponként, munkaidőben. Hálát adok a jó Istennek azokért a testvéreinkért, akik oda ajándékoznak a 168 órából egyet annak, aki a legjobban szereti őket, az Úr Jézus Krisztusnak. Ez talán nem is olyan sok, hogyha arra gondolunk, hogy ő mindent adott számunkra és nekünk. Ezt a szentmisét hálából ajánlom fel ezért a szolgálatért, és minden reményem az, hogy ez kibővülhet 7/24-es szolgálattá, ami annyit jelent, hogy nem csak munkaidőben végezzük az dicsőítés, az imádás szolgálatát, hanem éjjel-nappal, minden nap éjjel-nappal.
ez már nem a püspökség kápolnájában lesz reményeink szerint, hanem az épülő irgalmasság házában. És szeretnénk, hogyha ez az imádás, ez az egységben valósulna meg a nem katolikus protestáns testvéreinkkel együtt. Kérem az imáitokat, hogy ez megvalósulhasson, hogy folyamatosan menjen a dicsőítés, az imádás ebben a városban, ami a szívek közepe mindennek, hiszen ha nem ebből forrásodik az életünk, nem a Krisztussal való kapcsolatból forrásodik minden dolgunk, akkor csak saját erőködésünkre számíthatunk. Érdekes volt hallani az evangéliumban Jézusnak a tanítását, hogyha valaki házat akar építeni, akkor nem ül le előbb, és nem számolja ki, hogy vajon föl tudja építeni abból, amilyen van, vagy ha valaki hadba vonul egy másik ellen, akkor le kell, hogy üljön előtte és számot vessen, hogy vajon ezzel a hadsereggel, ami neki van, ezzel meg tudja nyerni a csatát. Ha emberi módon gondolkodom, akkor azzal kellene folytatódni ennek az evangéliumi példának, hogy akkor fontoljátok meg jól, gyűjtsetek nagyon sok mindent össze, hogy föl tudjátok építeni a házat, és sereget is toborozzatok, hogy meg tudjátok nyerni a csatát. És ehelyett azt mondja Jézus, hogy ha valaki nem mond le mindenről, amilyen csak van, nem lehet az én tanítványom. Pont fordítva gondolkodik, mert egyetlen egy valakivel lehet felépíteni a házat, az Úr Jézus Krisztussal, és egyetlen egy valakivel lehet megnyerni a szellemi harcot, az Úr Jézus Krisztussal. Ő nem azt kéri, hogy akkor még többet gyűjtsünk össze, hanem azt kéri, hogy váljunk szabaddá, hogy teljesen őrá építve tudjuk fölépíteni Isten országát, és megnyerni a szellemi harc helyi csatáit, ami ránk van bízva. Bebiztosítás helyett teljesen átadást kér. Szabaddá válást mindentől, ami akadályoz bennünket abban, hogy vele együtt és ráépítve tudjuk élni az életünket. Hiszem és remélem, hogy az imádságháza szolgálata nem csak azoknak, akik ebben részt vesznek, hanem azoknak is, akik felé irányul az imádságunk, ezért az egyházmegyéért, a püspökségért, a papokért, a városért, a megyéért, az itt élőkért, zsidó testvéreinkért, és mindenki másért. Az ima szándékok nagyon széles skálát fognak össze. Nagyon remélem, hogy ez valósul meg, ez a Krisztus központú, és minden Krisztusra építő, minden Krisztusban megújító élet valósul meg az imádáson és az imán keresztül itt az egyházmegyénkben és ebben a városban is. Félve és remegve munkájátok az üdvösségeteket, hallottuk Szent Pál apostoltól. Jézus azt kéri, hogy mindenek fölé helyezzük az üdvösségünket. Korunkban ez úgy tűnik, hogy csak másodlagos. Akkor merül fel, amikor halál közeli élményeink vannak, amikor már túl közelinek érezzük a életünk végét, akkor foglalkoztat bennünket, hogy vajon van-e üdvösség, van-e örök élet. Akik Krisztus központi életet élnek, azok mindent ő hozzámérnek, és azoknak az üdvösség az nem krízis helyzetben fölmerülő kérdés vagy probléma, hanem napi
feladat. Minden napjuk arra irányul, hogy beteljesedjen az életük Krisztusban, hogyha most éppen eljönne, akkor teljesen készen találja őket. Ha most lenne a világ vége és Krisztus második eljövetele, akkor teljesen készen legyenek arra, hogy bemehessenek az Atya dicsőségébe. Félve és remegve munkáljátok üdvösségeteket, vagyis minden kapcsolatotoknál tegyétek fontosabbá, minden emberi kapcsolatnál fontosabb az üdvösségünk, az örök életünk, a mennyország, az Isten dicsőségébe való részesedés. Erre hív bennünket az evangéliumban Jézus, amikor ilyen szélsőségesen fogalmaz prófétai szavakkal, aki nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. Mondhatnám úgy is, mert ezt jelenti, hogy aki nem szeret mindenkinél jobban, apjánál, anyjánál, feleségénél, gyermekeinél, fivéreinél és nővéreinél nem szeret jobban, az nem lehet az én tanítványom. Miért kérheti ezt tőlünk az Isten? Hiszen tőle kaptuk a házastársunkat, a gyermekeinket, a testvéreinket, mert ő az ajándékozó, és ő mindent odaadott, még a saját életét is, és odaadja ma is, ebben a szentmisében is. És mivel ő mindent adott, ezért kérheti, hogy ő legyen a minden, mindenek felett. És akkor helyreáll az értékrendünk. De amíg ő mellékszereplő, az üdvösségünk pedig csak, hát lehetséges, majd ki tudja, majd meglátjuk, majd ráérünk még arra, akkor nem lehet, akkor nincs helyén az értékrendünk. És akkor ne csodálkozzunk, hogy e világ dolgai annyira lekötnek bennünket, és annyira bele tudunk gabajodni a világ problémáiba, a saját életünk dolgaiba, hogy nem látjuk a fától az erdőt. Akkor ne csodálkozzunk, hogy össze-vissza mennek a dolgaink. Nincs lendülete, nincs iránya, nincs ereje, mert nem Krisztus van legfelül, hanem minden más. És legfeljebb neki annyi szerepet szánunk, hogy segítse a kapcsolatainkat, úgy, ahogyan mi jónak látjuk, hogy működjenek a kapcsolataink ezen a világon. Pedig ez a világ elmúlik. Minden elmúlik. Egyedül Isten országa és a mennyország örök. Nekünk az Isten országa és a mennyország a legnagyobb tét. És ezért kell félve és remegve munkálni az üdvösségünket, mindenek fölé, mindenki fölé helyezve. Adjunk hálát azért, hogy meghívottak vagyunk, hogy Isten kiválasztott, meghívott bennünket, és segítőket, segítőtársakat adott a mennyei hazafelé vezető úton. És ezzel a hálával munkáljuk az üdvösségünket ma is, holnap is és holnap után is. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy hozzád fordulhatunk kéréseinkkel, és hogy te meghallgatsz bennünket.
Kérünk, Urunk, áraszt ki szent lelkedet egyházmegyénkre, és újítsd meg egyházadat. Erősítsd meg mindazokat, akik egy szívvel és egy lélekkel fordulnak hozzád. Kérünk téged, hallgass meg minket. Kérünk, Urunk, lobbantsd lángra szívünkben a te szeretetedet és irgalmasságod üzenetét, hogy mindazoknak hirdethessük, akik utánad vágyakoznak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg, Urunk, a békesség és az egység lelkét minden keresztény testvérünknek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Kérünk téged a társadalom megújításáért, megújulásáért, hogy a halálkultúrája helyett a szeretet civilizációja győzedelmeskedjen. Kérünk téged, hallgass meg minket. Kérünk téged Izraelért, a mi idősebb testvérünkért, a szövetség népéért. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hálát adunk neked, Urunk, a Szent Faustina Irgalmasságháza és a Jubiláta Imádságháza minden szolgálójáért és szolgálataiért. Árazd ránk bőségesen szent lelked ajándékait. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked a Szentlélekért. Hálát adunk azért, hogy a Szentlélek tanít minket imádkozni, hálát adni és kérni. Köszönjük, hogy bizalommal fordulhatunk mindig hozzád, a Szentlélek és a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyian és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, legyen kedves előtted ez a tiszta áldozat, és árassza ránk bőven szent érgalmadat, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Istenem. Emeljük föl szívünket. Felemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A te boldogságod teljes a mi dicséretünk nélkül is. Mégis megadod, hogy jóságodért hálát adjunk. A mi magasztalásunk nem tesz nagyobbá téged, nekünk azonban üdvösségünkre válik. Krisztus, a mi Urunk által. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk. Dicsőítünk téged, és újjongva zengjük. Hozzanna, hozzanna,
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatig. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Áldott életünk, Urunk, és hitre valljuk feltámadásodat, amíg elmenősz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, velem méltatlan szolgáddal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, ezért bizalommal így imádkozunk: mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondott az apostolaidnak: békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében. Add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a köszöntsétek egymást a szeretet és béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor.
íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, működjék bennünk egyre hatékonyabban kegyelmed,
és a mennyei szentség ereje jóságodból tegyen alkalmassára, hogy elnyerjük ígéreteidet, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Néhány hirdetés. Köszönjük szépen mindenkinek az elmúlt egy éves szolgálatát, a hűségteket és a lelkesedéseteket. Szeretnénk egy kis ajándékot adni azoknak, akik hétről hétre hordozzák az ima szándékainkat. Az ajándékot a szentmise végén a kijáratnál lehelyezett kis kosárba lehet elvinni. Szeretettel várjuk mindazokat, akik bekapcsolódnának az imádságháza közben járó ima szolgálatába is. A szentmise után dicsőítés lesz, aki szeretne velünk dicsőíteni, az maradjon itt. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Legyen áldott az Úr neve. Most és mindörökké. Az Úr a mi segítségünk. Aki az eget és a földet alkotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szentmise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.